Minden falu, város egy vagy másra büszke, melyen még dédapja is kevélyen függe. Itt egy tündérkastély, ott egy puszta várrom, amott meg vérharmat esik a határon. Mi is büszkék vagyunk temetőnk halmára. Nincsen, ami híres temetőnknek mása. Ezen gondolatokkal kezdődött meg Minden Szentek ünnepén a jászapáti temetőben álló, immár régi fényében pompázó kávária átadásának eseménye. Ezután dr. Tajti József részletesen is bemutatta a műemléket és történetét. A korjavári leíratok szerint a jászapáti temető kálváriája a jászapáti hívek ájtatos adományából épült 1773-ban, tehát több mint 240 éve. Barokk stílus építményként. Elődeink két alkalommal is, 1809-ben és 46-ban is megújították. Őseink a Kálvária hegyét jelképezve egy dombot alakítottak ki, és egy ív alakú magas talabrazatra helyezték a Golgota alapjait. A szakrális építmény igencsak romos állapotban volt az utóbbi években. Felújítását Pócs János országgyűlési képviselő kezdeményezte. Tartozunk az őseinknek, a szüleinknek, a nagyszüleinknek, hogy azon a helyen, ahol ők reményeink szerint békében nyugodnak, ahhoz hozzájáruljunk egy szép, tiszta környezettel, és amit megörököltünk 260 éven át az elődeinktől, a Kálváriát megépítették, és amikor szükség volt rá, mindig megújították. A mi felelősségünk, hogy továbbadjuk ezt. A felújítási munkálatok során derült ki, mennyire rossz állapotban van a műemlék. A külső vakolat azt teljesen meg kellett újítani, sőt, amikor levertük a vakolatot, akkor látszott, hogy a fal szerkezetet is meg kell újítani. A tetőszerkezet az beázott, egy új borítást kellett neki adni, és egy új lépcsőborítást, ami lévén, hogy műemlékvédelmi épület, így egészen más technológiával és egészen más jelentős költséggel tudott megújulni, valamint megújult a rajta lévő három szép kereszt. A 3 milliós költség jelentős részét Pócs János és családja finanszírozta. A keresztek és a szobrok felújítását Pitti Katalin jótékonysági koncertje segítségével, a jászapátiak adományából, Kocsis Sándor esperes közreműködésével, a Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány fedezte. Ma is láthatjuk, ha velünk a Jóisten, az emberek szeretetéről vezérelt összefogása, hegyeket elmozdítani is képesek vagyunk. A mai Kálvária átadással tettünk egy lépést előre, hogy imáink valóra váljanak. Szeretett hozzátartozóink, hiszem, hogy látnak bennünket, vigyáznak ránk, erőt adnak, hogy mindent megtegyünk, és mindent megteszünk, hogy ők nyugodjanak békességben. Az ünnepség beszédei után Kocsis Sándor esperes szentelte újra a jászapáti káváriát, amit a műemlék tetején a szalag átvágásával koronáztak meg. Ezután adták át a hívő közösségnek, akik nagy örömmel fogadták és gyújtottak gyertyát szeretteikre emlékezve. Itt nőttünk föl, idevalósiak vagyunk, és még kiskoromban itt szaladgáltunk, mikor kis testvéremmel, nagymamámmal ide jártunk, hoztunk sok-sok virágot, és nagyon-nagyon szép lett, és nagyon nagy örömmel tölt el bennünket, hogy felújították ilyen gyönyörűségesen.